Üdvözöllek titeket az új stúdióban! Amire majdnem két hónapot vártunk, igazából ez, hogy lett egy külön stúdió, ahol tudok ezután videózni. Szebb lesz a háttér, ezt tudom nektek garantálni, mert vettem fel már egy-két videót, és sokkal jobban tetszik, mint a például a régi szobámban, ami egyébként még most is a szobám. De nem csak ez lesz a titok, hanem az is, hogy nyílik külön egy tech részleg a csatornámon. Igazából nem akartam erre egy külön csatornát csinálni, így hát úgy döntöttem, csinálok egy tech részleget, aminek a neve Tech-Tik lesz, tudom, nagyon eredeti név. Tech-Tik, ez lesz az a sorozat a lejátszási listában, amely meg lehet kapni minden ilyen jellegű videót, ami ehhez fog tartozni. Mivel nagyon szeretitek a haul videómat, így úgy döntöttem, hogy nyitok egy külön részleget ugye erre a célra. Minden egyes videóban egy darab terméket fogok nektek bemutatni és prezentálni, és igyekszem olyan terméket bemutatni, amit nem ismertek annyira. Szóval nem biztos, hogy most egy iPhone 6 tesz ez az első videó, de remélem várjátok ezt a sorozatot is. Aminek a neve Tech-Tik lesz, még egyszer elmondom. Az elkövetkezendő napokban lesznek olyan videók, amiben bemutatom, hogy hogyan szereltem fel a stúdiót, mert készítettem videókat közben, és három részből vagy négy részből fog állni ez. Ferdinánd, akkor most részek vagy? Szóval remélem várjátok az elkövetkezendő videókat, mert hihetetlenül tetszettek nekem legalábbis a vágás közben. Nem akartam hosszúra csinálni ezt a videót, szóval itt le is zárnám. Ez a titok, hogy lett egy új hely végre, ahol kibontakozhatunk. Mi volt ez a por? Pörgés. A videó közben elmentem fodrászhoz, és közben még a ledcsíkokat is felszereltem, erre is csak én lehetek képes. Az előbb még amikor beszéltem hozzátok, ezek még nem voltak felszerelve, viszont most már fent vannak. Ezek szerintem a bizonyítékok arra, hogy folyamatosan bekerül ide valami a stúdióban. Itt egyébként azért van akkora üresség, mert az onnan oda szokott kerülni, és akkor úgy nézem a tévét, az az ágy meg nem lesz itt, lesz itt egy hosszú divány. Arra majd többen is el fogunk férni. Szóval ez a hely, ez nem marad ennyire üresen, oda felül tapéta kerül, oda meg képek. De majd idővel kiderül nyilván, hogy milyen lesz ez az egész dolog, hogy fog kinézni. Nekem már nagyon tetszik, remélem ti is örültök neki, hogy új háttér lesz. Több időm lesz csinálni a videót, és végre könnyebb lesz videót csinálni, mert egy az, hogy jobb a tér, meg jobb a felszerelés. Remélem, hogy várjátok a videókat, és az új sorozatod is egyaránt. Sziasztok!